igazság, hogy a szüleim nem nagyon meséltek nekem erről, inkább az egyetemi tanárom volt, a Stricker Sándor, aki tényleg olyan sztorikat mesélt, hogy így ott nagyon korlátozva volt az élet, tehát mit tudom én, piros útlevéllel lehetett aztán csak külföldre menni, meg nem tudom, tehát ilyen, meg hogy a rendőr bárhol igazoltatott, meg bárhol elvehette a cuccaidat, akkor mit tudom én, a semmiért bevittek éjszakára, meg ilyenek, hát ahhoz képest sokkal szabadabb az élet. Nekem, így. Sokat ja, ugye a rendszerváltás akkor 14 idején, évesek akkor, voltunk akkor körülbelül. Akkor kezdtem a gimit, amikor a rendszerváltás volt. És tanultátok? Egy éve fiatalabb. És tanultátok ekkor? Akkor dobtuk el a történelemkönyvet, de... Igen, akkor dobtuk ki de az új, ez meg még nem jött ki, tehát van, valahogy pont kimaradt. Martin pont a... Igen. Megéltük. És mi volt, milyen élményetek van? Hát én legalábbis biztos, hogy nem. Ilyen, hát én felfogtam, mert én nagyon sok ilyen helyre elmentem, mint a Dunakörös izé, vagy mi volt az a SZDSZ-nek a... Nem, az nem, az a... Hogy volt az a Bős-Nagymarosi gát, akkor még volt arról szó, hogy az megépül Magyarországon. Én ott részt vettem, én ott elgyalogoltam. És tüntettél? Lófaszt, én mentem, csak mentem. Ja. Nem, hát én meg így az vidéken... Az nekem buli volt 14 évesen. Mik ezek a... Sok mindenre, sok mindenben csalódtam, sok mindent már... Miben csalódtál? Hát nem feltétlenül gondoltam, hogy Magyarország egy ilyen mérhetetlenül gusztustalanul korrupcióteli ország lesz, mint amilyennél vált. Azt gondoltam, hogy egy sokkal tisztább ország lehet belőle, és hát nagyot tévedtem. És mondjuk... És mitől függ ez? Vagy mit kellett volna? Az emberek alapvető mentalitásától függ. Menj ki Németországba, és akkor megtapasztalod azt, hogy mitől függ. Mi az, amit szerinted ott esetleg eldőlt, hogy mi ilyenné váltunk, vagy esetleg mindig ilyenek volt? Össze tudom foglalni, hogy mi az alapvető probléma Magyarországgal. Magyarországon az emberek nem tisztelik a mások tulajdonát, nem tudják, mi az, hogy közös tulajdon. Németországba kimész, vagy Ausztriába kimész, vagy bárhova, Nyugat-Európa, vagy nem bárhova, de mondjuk úgy abban a környéken, azon a környéken, Hollandia, Németország, hogy kimész, akkor ott léteznek olyan dolgok, amit az embereknek közösen alkotnak, és az emberek nem köpködik, és rombolják össze azonnal. Itt Magyarországon azonnal körbe lesz tartúrával, meg hányással. Gyönyörűen mindegy. Egyszerűen Magyarországon, ha nem valami nem a tiéd, akkor az nem tisztelik az emberek. És egyszerűen ezért gyakorlatilag nem lehet itt Magyarországon építkezni. És gondolod, hogy ez nem fog megváltozni? Hát nagyon lassan maximum. Hány év kell szerinted? Hány generáció? Most már sok gin tonic van, belem azt mondom 100. Hát szám? Nem vagyok pedig, igen. Most nem tudok optimistákra lenni. Nagyon szépen köszönöm nektek. Hello. Sziasztok, feltettek egy pár kérdést. Persze. Rendszerváltásról forgatunk. Rendszerváltozás. Újságíró, őt szabad kérdezni, rendszerváltozás. Ő meg kommunikáció szakos. Szóval a rendszerváltásról szeretnék feltenni egy kérdést, hogy milyen emléketek van, illetve mit tudtok róla, hogy mondd ez valamit egyáltalán. Na, faszom. Semmilyen emlékem nincs, mivel... Hány éves voltál? 4-5, pontosan 5 éves voltam, és semmilyen emlékszem belőle. Talán volt a tévében szünet, és lehet, hogy pont egy Walt Disney műsort szakítottak félbe, akkor nagyon gyűlöltem őket már akkor is ezekért. Másra nem emlékszem. És tanultál róla esetleg az iskolába? Semmi? Igen, szóba került, mint ugye a történelmi órák. Jó, tanították? Tanították, igen. De rendesen, most attól függetlenül, hogy te mit jegyeztél meg, volt róla szót, volt könyv, és elmondták mi az? Hát a probléma igazából az, hogy nagyon sok olyan tankönyvbe, amiből mi tanultunk, abból már 56-tól kezdve kicsit finomabban kezelik a mi történt Közép-Európában, mi történt Magyarországon, a különböző ellentmondásos dolgok miatt, hogy egyik tanár így ítéli meg, akár a tanári karon belül is másik meg úgy, és ezért inkább, hogy mondtam, hagyták a francba azt, és 56-ig adták le a történelmet, onnantól kezdve meg csak úgy módjával. Tehát úgy gondolt, hogy a politikai nézetüket azt nem igazán akarják kinyilvánítani, vagy befolyásol? Akár de olyan tanár is volt, aki azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy akár a tanári hivatáson belül még nem létezik konszenzus arról, hogy pontosan hogy is kéne ezt prezentálni a fiatalságnak, mire kéne helyezni a hangsúlyt, mi az, amit ki kéne hagyni, mi az, amit nem kéne kihagyni, de ez már 56-tal is így van, mert akkor ott ugye az egyiptomi konfliktust mennyire vegyük bele, mennyire helyezzük kontextusba a világpolitikai történések szempontjából, úgyhogy igazából úgy éreztem, hogy igazából nem a politika szóban, hanem a tanároknak volt, amikor én tanultam róla, még akkor vele problémájuk, hogy ők érezték, úgyhogy nem tudják ezt megfelelően prezentálni. És otthon a családban esetleg volt róla szó?
Nem igazán, nem. Családom. És a pillanatban, tehát nem, ha 4 éves voltál, azt mondtad, akkor a szüleid esetleg nincsen valamilyen emléket, hogy hogy élték meg, vagy utána megváltozott-e az életük, vagy valamilyen változást hozott a későbbi életben, tehát elhelyezkedés, munkahely. Nem, egy viszonylag apolitikus család vagyunk, és általában ez úgy zajlott, hogy mindent a józan paraszti eszükkel próbáltak megítélni, úgyhogy nem igazából izgatta őket föl a dolog, és nem mondhatnám, hogy túl sok dolog változott volna. Édesanyám tanár, édesapám meg színész, úgyhogy már édesem nem dolgozik. De szóval őket nem érintette. Vidéki ember vagyok, Békés megyéből jöttem, most Budapesten élek, de egyébként Délhaványára jöttem Békés megyéből. Ők máshogy élték meg, mert ők mindig a TS szövetkezetben dolgoztak, anyu is, apu is, és ők utána felbomlott az egész rendszer, ők ezt megélték rendesen, de én akkor még ezt nem érzékeltem. És ők mit csináltak utána? Rendszerváltozás. Mindenki kikerült onnan, szétbomlott az egész, privatizáció volt. Az életük jobb lett, rosszabb lett, milyen nyomot hagyott, hogyan konstatáltátok ezt otthon? Ezt megmondani, igazából nem lett rosszabb, de az egy tényleg egy jó rendszer volt. Én emlékszem arra, hogy nagyon sok, szoktunk erről beszélgetni otthon, ott dolgoztak a nagyszülők is. Annyira sok minden volt ott szervezve, utazások voltak, mentek Csehszlovákiába, Szovjetunióba, Jugoszláviába, mentek vásárolni, minden évben többször. Voltak üdülők a TS-nek, oda mentek mindenki, a családok egy hétre, olcsón, mindenkinek volt munkája. De tudjuk, hogy az miért volt, meg tudjuk azt, hogy mi lett utána, és hogy azt miért kellett, hogy úgy legyen. Nem tudom megmondani, hogy most melyik a jobb, meg melyik a rosszabb. Nem volt az jobb, de jó volt szerintem. Én abban nőttem föl, igazából nem érzékeltem a váltást, mert akkor még nem tudtam, hogy most mi miért is van. Hány éves voltál? 13. Akkor neked vannak emlékeid? Hát, hogy nem igazán. Iskolába tanítottak valamit? Persze. És mit tudsz róla mondani? Hogy élted meg? Semmi konkrétra úgy nem rémlik. Néztük a köztes rekikiáltását a tévében, még a általános iskolában, ennyire emlékszem. Édesanyám mondta, hogy nem szabad kimenni, mert lehet, hogy balhé lesz, és akkor maradjunk otthon, és akkor ez volt, és nem tudtam, hogy mi az. Ugye akkor volt a taxis blokkád, meg ilyenek, és akkor így aggódtak, de ennyi, ez egy. És hozott valami változás az életetekben, a szüleid életében? Ez a pillanat, igen. Hát persze, hogyne. És mi életében hozott változás. Pozitív vagy negatív élmények vannak? Pozitív, abszolút pozitív. Hát persze, a szabadság maga az, ami szerintem a legpozitívabb dolog a világon, az bekövetkezett. Úgyhogy ez jól érzékeltető volt a szüleimen is, mert az egész családom, ugye a nagyszüleim is már maszakok voltak, tehát nekik eléggé kemény volt az elmúlt rendszerben, és aztán így, hát így felszabadultunk, ugye akkor utána elkezdtünk járni édesapámmal Bécsbe folyamatosan, és akkor az ő nővére kiriszidált még 56-ban, és akkor mindig ott nyaraltunk, megtereltünk, úgyhogy ez már egy nagy változás volt 89 előtthöz képest, igen.